Sziasztok, Krisztián vagyok, és ebben a vlogban szeretném megmutatni nektek, hogy miért van nagy jelentősége az egérrácsnak. Az egérrácsot a kaptárak elejére szoktuk felrakni, egy olyan rács, ami annyira leszűkíti a bejárót, hogy egy cickány vagy egy egér ne tudjon rajta bemenni, mert ha bemegy, akkor télen a telelőfürtöt megzavarhatja a rágcsáló, és akkor akár pusztulásra is ítélheti a családot, ugyanis aki leválik a telelőfürtről, az ledermed és megfagy. Na itt egy kis érdekesség. Ebbe a családba biztos, hogy nem volt. Most április 7-ét írunk. Jó idő van, ilyenkorra már szerintem mindenhol lekerültek az egérrácsot. Ez egy nagyon gyenge tartalékcsalád. Volt kaptárbontás, de többször is az év folyamán raktam be nekik lepényt, szirupozzacsit, és most vettem észre, vagyis hát eddig biztos, hogy nem volt ilyen kis fészek van itt benne. Ez igazából, hát nem is tudom, egy madárfészekre hasonlít, még nem találkoztam ilyennel, hogy ennyire behorták volna ebbe. Hát száraz falevél van végül is. Vagy falevél, száraz fű. És így néz ki ez a történet. Ez valami élőlény belehordta, úgyhogy egérrács, ez kb. Egy hónapja került le róla, úgyhogy azóta hozhatták bele. Nagyon érdekes. Kiszedem. Ilyen füves, meg valami ruhaszövet. Nagyon érdekes, hogy nem tudom, hogy milyen élőlény lehetett. Ekkora fészket még nem láttam egértől, meg azt szerintem nem is ilyet csinál, úgyhogy azon csodálkozok, hogy aktívak a méhek, hogy lehetett egyáltalán ez, hogy bepakoljon így ez a kis rágcsáló ide. Mindegy. Hát csak ezt szerettem volna megmutatni igazából, hogy ezért van jelentősége. Ugyanis ha nincs fent az egérrács, akkor bemegy. Bemegy az élőlény, hát most valamilyen csoda folytán így életbe tudtak maradni a méhek is mellette. Valószínűleg az, hogy ahogy így elég hűvös volt a március, egy meleg február után. Én levettem a levettem az egérrácsot, mert úgy gondoltam, hogy nincs rá szükség, de mégis még itt a hűvös márciusba beköltözött valami élő lény, amit mondjuk nem látjuk csak a nyomát, de hát fura. Annyit szerettem volna igazából mondani. Megnézzük ezt a kis családot. Hát nem látszódik, csak a nyomai valószínű, hogy kiüldözték itt, ahogy most az utóbbi pár egy hétben mondjuk jó idők voltak, és jobban tudtak mocorogni, járni a méhek, valószínű, hogy kiüldözték azt az élőlényt, ami ide becuccol, de van ilyen is. Ennyit szerettem volna csak mutatni nektek. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis filmet, videót. Sziasztok!